Sziasztok, borkák, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban a Narancsfa Kolostor című könyvről fogunk beszélni. Mivel is kezdtem volna a 2024-es évet, ha nem egy monstrum elolvasásával? Ez a könyv nagyjából 900 oldalas, majdnem 900 oldalas, és nagyon ritkán olvasok ilyen hosszú könyveket, de ezt egyszerűen muszáj volt. Ha valaki esetleg nem tudná, ez a fantasy könyv Samantha Shannonnak a könyve. A szerzőnő írta egyébként például a Csont született is. Ennek a részét ide be fogom vágni, hogy lássátok. Ez is megjelent már magyarul, és most tavaly év végén jelent meg a legújabb könyve magyarul, ami a Narancsfa Kolostor. És ez azért fontos, mert ez a könyv egyébként elképesztően fel volt kapva külföldön, nagyon jó értékelései vannak Goodreads-en, és ilyen nagyon-nagyon jó fantasyként tartják számon. És hát elképesztően kíváncsi voltam rá, nyilvánvalóan, hiszen én imádom a fantasyt, és ezért szerettem volna elolvasni. És a tavaly év végén kiadta a 21. század kiadó, pontosabban a Next 21, ezzel az elképesztő megjelenéssel. Beszéljünk kicsit arról, hogy néz ki ez a könyv, mert nagyon jól néz ki. Nézzétek! Alapból a borító már gyönyörű szép, egyébként nem tudom, mennyire fogja átadni maga a fény, meg a kamera, de ez ilyen csillogós rész rajta, és élfestett. De még hogy? Ezt nézzétek! Nagyon-nagyon-nagyon szép ez a könyv, egy igazi éke a polcomnak. A molyos, díjas eseményen szavaztam is rá, mint nagyon szép borítós könyvre, úgyhogy megérdemelni a nyerést egyébként. Ez a kötet egy epikus fantasy, ami eredetileg egyrészesnek volt tervezve, utána viszont írt hozzá a szerzőnő egy előzménykönyvet, ez még magyarul nem jelent meg, de biztosan megfog, ide fogom vágni a borítóját. A történet egy olyan világban játszódik, ahol kelet és nyugatot elválaszt egy ilyen politikai feszültség. Nagyon különböző ez a két, hát igazából tartomány, és úgy, ahogy utálják egymást. Az egyik oldalon megismerünk többek között egy királynőt, Sabrant, aki a Baratheon háznak a tagja, és már hosszú-hosszú éve az ő családjuk uralkodik, ez egy olyan uralkodói ház, ahol nőről nőre száll egyébként az uralkodó címe, tehát itt nők uralkodnak, és Sabran azzal küzd, hogy nem talál magának megfelelő férjet az ország számára, viszont nagyon gyorsan lányt kéne szülnie, hogy legyen örököse. És itt követhetjük még az ő egyik udvarhölgyét, Edith, aki gyakorlatilag egy kívülálló ebben az udvarban, mert nem itt született, nem ide tartozik, viszont az udvarhölgyévé válik ennek a királynőnek, és ezen kívül hát titokban védelmezi is, és itt megismerjük egyébként egy nagyon hosszú és lassú folyamatban azt, hogy az ő kapcsolatuk hogyan alakul ki. A másik oldalon például pedig megismerjük Tanét. Tané egy árva lány, aki egész életében arra edzett, hogy ő egy harcos legyen, azon belül is egy ilyen sárkányokhoz kötető harcos. És itt indul el a történet, és itt fog szépen lassan kibontakozni a két oldal közötti feszültség, illetve a káosz erői is felébrednek. A sárkányok. Na most, ismertek már engem, ha valami sárkányos, nekem azt el kell olvasnom. Imádom a sárkányokat. És nagyrészt ezért is érdekelt a könyv, illetve azért is, mert nagyon fel van hype-olva, és tudni akartam, hogy mi ez a nagy hype. Ahogy már mondtam, egyébként a könyv nagyon lassan indul be, rengeteg-rengeteg karakterrel operál, és ugye sok a helyszín is, és fontosan váltakozik a két szemszög, a nyugat és a kelet. Egyébként, amit én pozitívnak róvok fel ennek a könyvnek, az az, hogy ennek ellenére nagyon könnyen érthető volt nekem. Tehát az elején egy kicsit bele kellett rázódnom, egy kicsit világtalan voltam, de utána teljesen tudtam, hogy mi történik, érthetőek voltak a kapcsolatok, a szálak, ilyesmi. De egyébként ezt az is segíti, hogy a könyv végén van egy ilyen szószedet, ami elmagyarázza a helyeknek és karaktereknek a kapcsolatát, úgyhogy ez egyébként tök hasznos volt benne. Sok könyvből hiányolom. Én végül erre a könyvre egyébként 4 csillagot adtam, szerintem abszolút megérdemli a hype-ot. Samantha Shannon egy nagyon jó szerző, és ez nem a flexnek a helye, de belájkolta az Instagram képemet. Yeah! És ezek után egyébként elgondolkoztam azon, nem csak azon, hogy biztosan el fogom olvasni az előzménykönyvet, de azon is, hogy elolvassam a Csont született, úgyhogy ha valamelyikötök olvasta már azt, akkor könyvbe írjátok le, hogy nektek hogy tetszett. Szóval 4 csillagot adtam rá, ami nagyon-nagyon tetszett a könyvben például, az a karakterek sokszínűsége. Rengeteg-rengeteg karakter van ebben a könyvben, mint ahogy már mondtam, és nagyon érdekes mindannyiuknak az útja, a múltja, a célja, úgy minden. És nekem a kedvencem az elején Tané volt, de aztán így rövid úton áttértem arra, hogy inkább Ida kedvencem. Ő volt szerintem a legjobb az egész könyvben, annyira komplex volt, és annyira érdekes volt. Tudtam én a céljait, de közben meg mégis annyira érdekes volt. Amit nagyon szerettem még, az a világépítés. Elképesztő ez a világ, amit a szerzőnő ebben a könyvben felépít.
nagyon komplex, mégis érthető, és olyan különleges. Hát azért én már rengeteg fantasy könyvet olvastam, és mégis ez a könyv olyan volt, hogy tudott nekem újat mutatni. Nagyon-nagyon jó volt. Az ötlet szintén olyan, amit fel kell idehozni pozitívumként, mert ez az ötlet, amit ebben a könyvben leír, ez az egész világ, ez az egész cselekmény annyira jó volt, beszippantott. Tehát, hogy ez egy, mint már mondtam, majdnem 900 oldalas könyv, de elolvastam nagyjából 5-6 nap alatt. Ami azért nagy szó. Tehát a második felét konkrétan azt lepörgettem 2 nap alatt, ami nagyon durva. Az elejében egy kicsit megküzdködtem azért, mert nem igazán tudtam először, hogy hol a helyem, meg mi történik, de utána vitt magával. Ami miatt egy csillagot levontam, az az, hogy néha úgy éreztem, hogy a könyv egy kicsit vontatott. Tehát, hogy ez egy közel 900 oldalas könyv, és úgy éreztem, hogy sok dolog például fölösleges benne, vagy el van húzva. Ez persze csak ilyen személyes ízlés kérdése, lehet, hogy másoknak nem fog feltűnni, nekem sem okozott annyira nagy gondot, csak már sokszor annyira szerettem volna tudni, hogy mikor fog az megtörténni, amit várok, hogy mondom, oké, de most ne ez történjen már, hanem haladjunk már előre. Ennyi. Tehát 4 csillagot adtam a könyvre, én azt mondom, hogy abszolút megéri az elolvasást, egy nagyon szórakoztató és lebilincselő történet. Azoknak ajánlom egyébként, akik szeretik az ilyen lassan kibontakozó, szövevényes, kicsit ilyen fokozatosan felépülő könyvet, amiben igazából az első felében, sőt inkább az első 70%-ában csak a karaktereket és a világot ismerjük meg, mert itt nagyon sokáig épül fel a könyv, és csak a leges legvégén van a tetőpont. Ezen kívül ajánlom az olyan könyvek rajongóinak, mint a Trónok harca, az Istenek éjsége, a Vaják, amik ezek a tipikus epikus fantasyk, amik ilyen jó hosszan tartanak, mert ha az ilyeneket imádjátok, akkor ez nektek való. Illetve főleg felhoznám ide, hogy Trónok harca rajongóknak ajánlom, mert akárcsak a Trónok harcában ebben is bőven van politika, de érdekes módon, és hasonló rá, úgyhogy még ezt tudnám mondani. Ez lett volna az én véleményem a Narancsfokolostorról, ha bármelyikötök olvasta, kommentben írjátok le nektek, hogy tetszett, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!